Tapssal fogadjuk a DXN alapítóját, Dato Dr. Ninzio Yin. Yeah, good morning. Jó reggelt kívánok. Maybe I stand here is better. Yeah. So once again, good morning. Még egyszer jó reggelt kívánok. So every time I come to Hungary, like coming home. Amikor bármikor Magyarországra jövök, mindig hazajövök. So this is my most traveled part in Europe. Ez az a része Európának, ahol a legtöbbet jártam. So once again, very happy to meet all of you here. Yeah. Nagyon-nagyon boldog vagyok még egyszer, hogy mindannyian itt vagytok és hogy találkozunk. Yeah. For the past years, DXN, we have a very tremendous development throughout the whole world. Az elmúlt években a DXN nagyon-nagyon fejlődött az egész világon. So now we have been opening for more than 150 countries now. Több mint 150 országban van jelen ma már. And Europe is doing very well. És Európa nagyon-nagyon jól fejlődik. So we are expanding like mushroom. Úgyhogy úgy nő, mint a gomba. Yeah, yeah. So today we will discuss further. Ezt majd még ma kibeszéljük részletesen. How to bring this business to a new height. Hogyan tudjuk felépíteni ezt az üzletet egy valódi magasságba. Yeah. Every time when we come to Hungary, minden egyes alkalom, amikor mi Magyarországra jövünk, so we see the dream in Europe. Látjuk az álmot Európában. Because Hungary is right at the center of Europe. Hiszen Magyarország pontosan Európa közepében van. When I say Europe, I include Russia. És amikor én azt mondom, hogy Európa, abba beleveszem az orosz térséget is, yeah, ahogy földrajzilag beletartozik. Yeah. So this whole area, add up together, they are more than about a billion people. És mindent összevéve, ez közel 1 milliárd ember. That is the largest market in the world. És ez a világ egyik legnagyobb piaca. So congratulations to them. Gratulálok nektek. So now we are sitting on top of the gold mine. Tehát az aranybánya tetején ülünk. Okay. When I'm in Malaysia, amikor Maláziában vagyok, many people ask me why Hungary. Sokan megkérdezik, miért Magyarország. So I ask them to look at the map of Europe. És akkor megkérem őket, hogy nézzék meg alaposan Európa térképét. Then you understand. És meg fogják érteni. Yeah. So now we must make this dream into a reality. Úgyhogy most ezt az álmot valóra kell váltanunk. So for those of you who sit here today, azok számára, akik ma itt ülnek köztetek, we are on top of the best market in the world. A csúcsán vagyunk, a tetején vagyunk Európának, ami a világ legjobb piaca. If we manage properly, hogyha ezt jól csináljuk, all of us become millionaire. Akkor mindannyian milliómosok vagyunk. Yeah. So you still remember my definition of millionaire? Még remélem emlékszel az én definíciómra a milliómossal kapcsolatban. If you have 1 million in a bank, not 1 million local currency, no, 1 million euro. Hogyha 1 millió van a bankban, és nem forintra gondolok, hanem 1 millió euróra. Are you a millionaire? Akkor milliómos vagy. Are you a millionaire? If you have 1 million euro? Milliómos vagy? Ha 1 millió eurót van a bankban? You're not a millionaire. Nem vagy milliómos. Because if you spend 1 or 2 euro, then you no longer a millionaire. Mert ha ebből az 1 millió euróból 1-2 eurót elköltesz, akkor már nem vagy milliómos. Yeah. A millionaire is someone who make 1 million a year. És milliómosnak azt nevezhetjük euróba, aki legalább 1 millió eurót évente keres. Then you call yourself a millionaire. Akkor úgy hívhatod magad, hogy milliómos vagyok. Then maybe you can live in a millionaire style. Akkor egy milliómos életstílust is élhetsz. Okay, then if you can make 1 million a month. Hogyha 1 milliót tudsz keresni havonta. Then you're super rich. Akkor már a szupergazdagok közé fogsz tartozni. All these things are possible. De mind ezek a dolgok lehetségesek. Yeah, because you are right in the center of the opportunities. Mert a lehetőségek kellős közepébe vagy most. Yeah. As Gigit said just now. Ahogy Gigit mondta az imént. Language is not a problem. A nyelv nem probléma. DXN, we have our own way, our own language. A DXN-nek megvan a saját nyelvezete. Yeah. So now we go to every part of the world. Elmenjünk most a világ bármelyik részére. Okay, we are going to India. Elmenjünk Indiába. We are going to Nepal. Elmenjünk Nepálba. And we are doing well in Nepal. És nagyon jól működünk Nepálba. Then we go to Mexico.
Elmegyünk Mexikóba. Then we go to Africa. Nagyon jól működünk Afrikában is. Any language in the world is not a problem to us. Bármilyen nyelv a világon nem probléma nekünk. Yeah. So that all of you must prepare yourself. Tehát mindannyiótoknak fel kell készítenie saját magát. Okay, we wanted to become a millionaire. Hogy milliómos akarjon lenni. Nothing less than that. Yeah. Nem, és nem kevesebbre célozni, mint ez. Okay. Now, just now Jesus said, DXN actually we are not a coffee company. Ahogy a Jesus is mondta, DXN igazából nem kávé cég. Coffee is just our call cut, our cut to introduce ourselves to the market. A kávé tulajdonképpen ez a mi rövid utunk, vagy a mi hívó szavunk, amivel bemutatjuk magunkat a piacnak. DXN is a Ganoderma company. A DXN egy Ganoderma cég. So from now on, all of you should understand more on Ganoderma. Tehát mostantól fogva mindenkinek többet kell megismernie, többet kell értenie a Ganodermával kapcsolatban. Of course, it's very easy to sell coffee. Természetesen nagyon könnyű kávét értékesíteni. But if you were to become a millionaire, de hogyha igazán milliómos akarsz lenni, you must become a health manager, someone who know how to manage the health problem. Akkor igazából egy egészségmenedzserré kell válnod, segítened kell, hogy tudjál abban, hogy hogyan menedzselje valaki az egészségét. A few weeks ago, néhány héttel ezelőtt, we have a big camp in India. Big training camp. Training big training camp in India. Volt egy nagy kereskedelmi vásár Indiában. And most of the speaker, they are the doctors. És egy training tábor. És a legtöbb előadó orvos volt ezek között. And all of them has studied Ganoderma in their professional life. És mindenki Indiában az orvosok közül, akik ott előadtak, foglalkoztak, tanulmányozták a Ganodermát a professzionális életükben, tehát a hivatásuk során. And there are many astonishing discovery by the doctors. És nagyon-nagyon sok megdöbbentő felfedezés volt ismeretes az orvosok körében. One of the doctors, he is a cancer specialist. Az egyik orvos közülük egy rák specialista. He found it in chemotherapy. És rájött arra a kemoterápia kapcsolatban. The chemo will kill all the cell. Hogy a kemoterápia megöli az összes sejtet. Whether cancer cell, good cell, bad cell, all it kill. Teljesen mindegy, hogy jó sejt, rossz sejt, mindegyiket megöli. So after chemotherapy, the cancer patient become very weak. És a kemoterápia után a rákos páciens nagyon legyengült. Then they combine with Ganoderma. És akkor kezdte el kombinálni a Ganodermával. Then they found something very very astonishing. És egy nagyon-nagyon megdöbbentő dologra jött rá. The chemo chemical only attack the cancer cell. Hogy a Ganoderma kezeléssel párosítva a kemoterápia csak a rákos sejtet támadta. Because you say Ganoderma have a very very good effect in the body. Mert a Ganodermának nagyon jó hatása van a szervezetben. During the chemotherapy. A kemoterápia során. With the help of Ganoderma. A Ganoderma segítségével. It only target the cancer cell. Csak a rákos sejtet támadta a kemoterápia. And many cancer patients. És nagyon sok rákos páciens. The hair is not dropping. Nem hullik ki a hajuk ezáltal. The throat is still okay. A torkuk is ugyanolyan jó. They don't have nausea, vomiting, nothing. Nincsenek hányások ilyesmi. And he published his finding in a very reputed journal. És publikálta is az ilyen irányú felfedezését egy nagyon rangos folyóiratban. Yeah. Now in throughout the whole world. Úgyhogy az egész világon manapság. Many of the members are asking me. Nagyon sok partnerünk kérdez engem. That we set up some sort like the, what they call the health management center. You set up? Health management to manage the health. Nagyon sokan közülük vezetnek úgynevezett egészség management centereket. Not clinic. Nem klinikát. But clinic is treating disease. A klinika az különböző betegségeket kezel. In ganotherapy. A ganoterápiában. We never treat disease. Nem kezelünk betegségeket soha. We manage the body. Hanem a testet menedzseljük. That's why we say health management. Ezért mondjuk azt, hogy egészségmenedzsment. DXN health management system, okay? Tehát a DXN egészségmenedzsment rendszer. What do you mean by health management? Mit kell tudni az egészségmenedzsmentről? Nowadays you look at modern people.
tanság ránézel a modern emberekre, almost every family, a legtöbb családban, they have some sort of health problem. Van valamilyen egészségügyi probléma. Okay, some people they have headache. Valakinek fejfájása van. There's stomach disorders. Gyomor panaszai. And many nowadays people having anxiety. Akkor különböző félelmi alapú betegségei, pánik alapú betegségei. Depressions. Depresszió. Okay, there's so many this problem. Nagyon-nagyon sok ilyen problémával találkozunk. And many of this problem. És nagyon sok ezek közül. It's not so serious until you have to see doctors. It's not very serious. It's a problem, but people do not go to see doctors because of that. Nem annyira komoly problémák ezek, hogy ezért emberek elmenjenek orvoshoz. When you have some stomach disorder, you do not go and see doctors. Ha van egy kis gyomor problémád, nem biztos, hogy azért rögtön elmész orvoshoz. Unless your stomach pain, you vomit and you go and see the doctors. Addig, amíg az nem fáj annyira, vagy nem hánysz rendszeresen, vagy ilyesmi, akkor mész el csak először orvoshoz általában. But this stomach problem will make people feel very uncomfortable. De mégis ez a gyomor probléma, ez valahol azért a legtöbb embernek kényelmetlen. When emotionally we have some depression, we do not go and see doctors. Vagy ha van egy kis depresszió, vagy bármi, akkor nem megyünk rögtön orvoshoz. Only when we are very serious in depression, then we go and see a doctors. Tehát csak ha nagyon-nagyon komolyan depressziósak vagyunk, akkor kérünk esetleg orvosi segítséget. This where DXN is coming in. És itt kerül a képbe a DXN. Okay, before a person becomes so serious and see a doctors. Mielőtt a személy annyira komolyan megbetegedne, hogy orvoshoz kell fordulnia. Why not we do some management here? Miért ne kezdenénk valami kis managementbe? To manage them. Hogy menedzseljük őt. Then we solve a lot of this a health problem. Megoldjuk jó pár egészségügyi problémáját. Yeah, that is the new trend in DXN. Ez a new trend in DXN. Ez az új trend a DXN-be. So we go to even in Malaysia, in Philippines, in India, even in Mexico, we started to form this kind of center. És a Fülöp-szigeteken, Mexikóban és meg jó pár más helyen elkezdtünk ilyen kis központokat kialakítani. Many people they are telling me. Nagyon sokan azt mondják nekem. They say, Dr. Lim. Dr. Lim. We doesn't know anything about herbs. We doesn't know anything about herbs. Nem tudunk semmit a gyógynövényekről. We doesn't know anything about medications. Nem tudunk semmit a gyógyszerekről. We know RG and GL. Csak az RG-t ismerjük, meg a GL-t. Spirulina. A spirulinát. Cordyceps. A cordycepset. Some coffee. Valamennyi kávét. Can become a health manager. És ezzel lehetünk ilyen egészségmenedzserek? Yes or no? Yes or no? Yes. Igen vagy nem? Igen. Yes, yes. Because why? Miért? When people become unhealthy. Mert hogyha az embereknek megromlik az egészsége. The reason is very, very simple. Az ok általában nagyon-nagyon egyszerű. Okay. We are what we eat, you know. Azok vagyunk, amit megeszünk. You eat good food. Ha jó ételt eszel. You have good body. Akkor jó testet fogsz kapni. You eat bad food. Ha rossz ételt eszel. You have bad body. Rossz testet kapsz. You eat junk food. You have junk body. Ha ilyen hulladék élelmiszert eszel, akkor hulladék lesz a tested is. Everybody know. Ezt mindenki tudja, igen. You know, I know. Te is tudod, én is tudom. But the problem. De a probléma. In modern life. A modern életbe. We are not free to choose the food. Hogy nem szabadon választjuk meg, hogy mit eszünk. Today you come for the meeting. Ma eljöttél a találkozóra. What László and István give you to eat? Amit yeah. amit a László vagy az István ad neked enni. You have to eat. Azt eszed. You cannot tell László or István. I want this food. I want that food. No. Nem mondod azt a Lászlónak, az Istvánnak, hogy ez a kaja, nem kell. This is the price to become a civilized man. ez az ára annak, hogy civilizált ember vagy. We are not free to eat what we need to do. Nem szabadon döntjük el nagyon sok esetben, hogy mit akarunk enni. What's the problem with the food today? Mi a probléma az étellel ma? The food today that we are eating. Az étel, amit ma elfogyasztunk. Create a lot of health problem. Nagyon-nagyon sok egészségügyi problémát idéz elő. When we say health problem, amikor azt mondjuk, hogy egészségügyi probléma, the two aspect. Ott két nézőpont van. One is a body. Egyik az a test. And more important than is the mind. És a másik pedig az agy. Psychological problem. A pszichológiai problémák. Yeah. You see, it's very funny for the human civilization. Az emberi civilizáció számára nagyon furcsa és vicces. Human being, hogy az ember more and more civilized, egyre inkább civilizálódik, and more depressed, és egyre inkább depressziós. The more you civilize, minél inkább civilizálódsz, the more you depressed,
annál jobban depressziós leszek. I go to Africa. Elmegyek Afrikába. I go at a tribal people. Elmegyek egy törzshöz. They do not wear any cloth, no? They have no cloth. Nincs rajtuk ruha. They are naked. Mesztelenek. But they are very happy, you know. De nagyon jól érzik magukat. They roam around. Yeah, they want to sleep. They sleep at the roadside. They sleep in the jungle. They at night they know they to go home. They just sleep anywhere. Ha aludni akarnak, akkor alszanak bárhol, alszanak a dzsungelbe vagy ahol éppen éri őket az éjszaka. Nem is kell hazamenni, hogy aludni tudjanak. They are very happy. Nagyon boldogok. Then we introduced satellite television to them. Aztán bemutattuk nekik a satellite tévét. Then they started to watch the television. Elkezdték nézni a tévét. Then they see the wife slap the husband. Aztán akkor látták először, hogy a férj lekever egy fülest a feleségnek. The husband knocked the wife. Aztán veri a feleségét. Husband and wife started to quarrel. Husband and wife started to quarrel in the television. They always quarrel, yeah. És akkor a feleség elkezdett vele veszekedni. A tévében ugye mindig veszekszenek. Then we see some negative effect on them. Tehát rögtön kaptak negatív befolyást. Then later on we decided to close the TV section. És inkább úgy döntöttek, hogy ezt le is kapcsolják. It may not be good for them. Úgyhogy ezt sokkal jobban is tették. So the more we civilize. Tehát minél inkább civilizálódunk. The more we turn crazy. Annál inkább őrültek kezdünk lenni. So why it should not be that way. De nem kell, hogy ezt az utat járjuk. So the more we civilize, the more we are happy. A minél inkább civilizálódunk, annál inkább boldogabbnak kéne lennünk. But the happy index, no? De a boldogság index. You look at the happy index in the world. Megnézed a világ boldogság indexét. In the world, you know which country is the most happy people in the world? The most happy index. Which country is Bhutan. A legboldogabb emberek a világon, a boldogság index alapján, felmérés alapján Bhutánban élnek. Bhutan, they are more happy than us, no? Bhutánban boldogabbak, mint mi. What do they have in Bhutan? Mi van nekik Bhutánban? They have nothing. Semmi. Their life is very, very simple, no? Az életük nagyon egyszerű. Yeah. They that's why sometimes we are thinking, no? És ezért gondolkodunk időnként. There's something very wrong. Hogy valami nem stimmel. In our system, yeah. A mi rendszerünkben. Yeah. People quarrel in a family. Emberek veszekszenek a családba. People quarrel in a working place. Emberek veszekszenek a munkahelyen. A nation always have war, having a fighting terrorists, everything. Mindenféle háborúk és terrorista cselekmények történnek. Can we solve this problem? Meg tudjuk oldani ezt a problémát? This is a $1 million question, you know? Ez egy millió dolláros kérdés. If you can solve this problem, ha meg tudod oldani ezt a problémát, for sure you will become millionaire. Akkor te biztosan milliómos leszel. So we look at it positively. Tehát nézzük ezt pozitívan. That's why we say DXN. Ezért mondjuk azt, hogy a DXN. We are just more than a company that's selling products. Több vagyunk, mint egy cég, aki csak termékeket árul. For the past 20 years. Az elmúlt 20 évben. Being a health specialist ourselves. Hogy mi magunk is egészségügyi specialisták voltunk. We keep on study the basic, you know, the basic thing. Tanulmányoztuk az alapvető dolgokat. Yeah, actually we have found the solutions. Yeah. We have found the answers for és, that. És egy csomó dolgot felfedeztünk. Yeah. You see, what is wrong with our food? Mi a rossz a mi ételeinkkel kapcsolatban? Our food today we have two main problem. Az ételeinkkel ma két fő probléma van. One is lack of variety. Az egyik az a variáció hiánya. We're eating the same food again and again, you know? Ugyanazokat a dolgokat eszünk nagyjából újra meg újra meg újra. There's one tribe in Papua New Guinea. Van Papua Új-Guineában egy törzs. They don't eat anything, they only eat banana. Akik semmi más nem esznek, csak banánt. Only banana. Csak banánt. Can they survive? Túl tudnak élni? They survive. Igen. But many of them. De nagyon sokan közülük. Die at the age of 30 or 40. 30 vagy 40 éves korban meghal. Because lack of food, you know. Mert az étel, tehát a alultápláltság miatt. Recently when I went to India. És amikor most elmentem Indiába. 20% of the Indian, sorry to use it. 20% of the Indian are malnutrition. Very serious malnutrition. Indiában 20% az embereknek nagyon komolyan alultáplált. And another 20% also some level of malnutrition. A 30%-uk az úgy a alultápláltság környékén. And many Indians what they call nutritionists, they're crushing their head. És nagyon sok indiai táplálkozással foglalkozó szakember csak vakargatja a fejét. Because nowadays there's no more starvation in India. Mert ma már nincs éhenhalás Indiában, vagy éhezés Indiában. India has enough to eat, you know? Van Indiában elegendő élelmiszer, elegendő étel. But why there's malnutrition? De még mindig miért alultápláltak ennyien? When I went to Ethiopia,
Amikor elmentem Etiópiába, 40% of malnutrition. 40% a lakosságnak alultáplált. Do they have enough to eat? Van elég ételük? Yes, they have enough to eat. Van elég ételük. But why they still malnutrition? De még mindig miért alultápláltak? Because they're eating the same type of food again, again and again. Mert még mindig ugyanazt a típusú ételt eszik újra, meg újra, meg újra. I go to Ethiopia. Elmegyek Etiópiába. They have a very strict religious group, you know. Van egy nagyon-nagyon erős vallási csoport. The Catholic in Ethiopia is very strict. A katolikus csoport nagyon erős Etiópiába. They are fasting day in the week, during the fasting day. A böjt napján. They are not allowed to eat milk. Nem ehetnek tejterméket. They are not allowed to eat meat. Nem ehetnek húst. Okay. They not even eat what they call fish. Nem esznek még halat se. So when a Ethiopian catch a fish, they doesn't know what to do with the fish, no? Tehát they doesn't know how to eat the fish. Meglát a legtöbb Etiópia egy halat, nem tudja, hogy fogyasztja el. Then of course you have malnutrition. És éppen ezért természetes, hogy alultápláltak. When I went to Australia, amikor elmentem Ausztráliába, I tell the Australian, azt mondtam az ausztráloknak, not Australia, Australia, huh? Australia. Yeah, Australia. Azt mondtam az ausztráloknak, nem az osztrákoknak, hanem az ausztráloknak. I told them, you have a famine in Australia. Famine, you know, lack of food in area. Famine in Australia. Azt mondtam nekik, hogy hiányoznak az ételek, tehát alultápláltság van Ausztráliában. They say, Dr. Lim. Mondták, Dr. Lim. You must be mistaken, you know. Valamit nem jól lát, valamit hibásan mond. This is Australia, no? Ez itt Ausztrália. This is not Africa. Ez nem Afrika. How can you say we are suffering from famine? Hogy mondhatja azt, hogy mi éhezünk? No, we say, you look at what you're eating. Mondtam nekik, hogy hát nézzétek meg, mit esztek. You keep on eating the same type of food. Ha ugyanazt a típusú ételt eszitek. Again and again. Újra, meg újra, meg újra. And you eat a lot. És sokat esztek. You know, you eat, if you go to Australia, hogyha elmész Ausztráliába, you order mutton. Mutton, the you order this sheep meat, mutton, lamb. Hogyha mondjuk megrendelsz egy húsételt, egy báránybordát mondjuk. They give you one whole leg, big one. Odaadnak egy egész bárányt, vagy az egész, egy combot rendelsz oda, egy egész lábát. Yeah, you see, when myself, my wife and my secretary go to Australia, I always tell this story, you know, three of us, we order. Ha én, a párom és a titkárom elmenjünk Ausztráliába, és rendelünk étterembe. We cannot finish eating. Cannot finish the eating. Nem tudjuk egyszerűen elfogyasztani, amit hoznak. So we order two. Tehát két adagot rendelünk. Three of us share. Hárman ezt elosztjuk. Cannot finish the eating. És még úgyse tudjuk megenni mindent. Then we order one mutton, lamb. És akkor azt mondom, hogy hát akkor rendeljünk egy combot. Yeah. So it's done. No worry. Three of us eating still we cannot finish the whole food. Jó? És háromnak is elég lesz. Now, when you're eating too much, hogyha túl sokat eszel, and the variety is too little, és ráadásul a változatossága pedig nagyon korlátozott, you sure will turn crazy. Akkor hamarosan meg fogsz bolondulni. Very sure. Nagyon hamar. Why? Miért? Okay, now. First, először? You look at our gastrointestinal system. Nézd meg az emésztőrendszered. There are two organs very important for digestion. Két szerv nagyon-nagyon fontos az emésztés szempontjából. One is a liver. Az egyik az a máj. One is a pancreas. És a másik pedig a hasemlő. So we divide the food into two major category. Tehát két különböző kategóriába kell felosztani az ételeket. Sugar and protein one category. A cukor és a protein kategóriába. The what they call oil and fat another category. És az olaj és a zsír kategóriába. So in a very crude way, tehát nagyon rövid úton, we say sugar and also protein is digested by pancreas. A cukrot és a proteint megemészteni, ennek emésztésében a hasnyálmirigy segít. Then this oil and fat are by our liver. És az olajos és a zsíros dolgokban pedig a máj. So the liver at the left side, or the right, what they call the right side of this thing, the pancreas is at the left side of the body. És a máj a jobb oldalon van, a hasnyálmirigy pedig inkább a bal oldalon. Yeah. So I always ask the member, when you work how many hours in Europe? És akkor megkérdezem általában a partnereinket, hogy hány órát is dolgoztok Európában? 8 hours, am I right? 8 órát, igaz? 8 órás, yeah. Egy munkanap, igaz? If you have a very crazy boss, ask you to work 24 hours, what happened to you?
Hogyha lenne egy nagyon, nagyon bolond főnököd, és azt mondaná neked, hogy 24 órát kell dolgoznod, mi történne veled? We turn crazy. Egy idő után megbolondulnál. Yeah, we cannot work 24 hours a day. Nem tudunk 24 órát dolgozni egy nap. The same thing with our organs. Ugyanez a helyzet a szerveinkkel. Our liver, a májunk, our pancreas, a hasnyálmirigyünk is designed to work 8 hours a day. Arra van tervezve, hogy körülbelül 8 órát működjön egy nap. Because human being, you look at the history of human being. Ha megnézed az emberiség történetét, az ember történetét. You look at many animals, no? Megnézed csomó állatot. Actually, all of us are eating one meal a day, actually, historically. És a legtöbb állat egy étkezést fogyaszt naponta. Yeah, one meal a day. But because of the what they call the advancement of civilization. De a civilizáció fejlődésével. We are eating three meals a day. Három étkezést teszünk naponta. But this, Naomi. The overconsumption of food is create all the problem. És igazából a túl sok evés kreálja a legtöbb problémát. Yeah, you see our liver. Megnézed a májad? Our liver is most active from the time of 11 o'clock in the night until 3 o'clock in the morning. A máj legaktívabb este 11-től hajnal 3-ig. Because human being is supposed to sleep at 11 o'clock. Mert az embernek aludnia illik 11-kor. So when we sleep, tehát amikor alszunk, the liver can repair our body. A máj fel tudja javítani, át tudja javítani a mi szervezetünket. Now you're eating how many meals a day? Most már hány étkezést teszel naponta? In my last training, I we have count now today we have many new member. How many meals are you eating a day? Hány nagyon sok új partner van itt, úgyhogy hogy kérdezzenek meg titeket, hogy hányszor étkezel naponta? Some of you say three meal? Valaki az, aki azt mondja, hogy háromszor. Are you sure three meal? Háromszor, yeah, three meal. Okay. Let's count. In the morning you take breakfast. De számoljuk össze. Reggelizel reggel. Then and after you take tea. Aztán lehet, hogy teázol valamit, vagy valamit még fogyasztasz. Then you take lunch. Aztán ebédelsz. Then high noon you take high tea. aztán késő délután szintén teázol valamit. Then you take breakfast, dinner. Aztán vacsorázol. Then tonight Ishwan call you go out every summer. és akkor este még az István felhív, és akkor vele is még elmész vacsorázni. We take six meals a day. És ez ilyen hat eszegetéssé adódik össze naponta. So how many hours your liver had to work? Tehát hány órát kell dolgozni a májadnak? How many hours your pancreas had to work? Hány órát kell dolgozni a hasnyálmirigyednek? They had to work 24 hours. 24 órát. Non-stop. Folyamatosan. Keep on working. Csak dolgozik. After sometimes. Néha ezután. Your liver become crazy. Hát a beleőrül a munkába a májad. Your pancreas become crazy. A hasnyálmirigyed beleőrül a munkába. You sure become crazy. De te is beleőrülsz ebbe egy idő után. We tell people, no? I love you with my heart. Én azt mondom mindig mindenkinek, hogy a szívemből szeretlek. This is wrong, no? Ez nem pontos kifejezés. Next time people tell you, oh, I love you with my heart. Ha a legközelebb azt mondja neked valaki, hogy szeretlek a szívemből, you tell them, this is wrong. Akkor mondd azt neki, hogy ez nem pontos. You love me with your liver. Hanem a májaddal szeretsz. Yeah, liver. Because liver produce all the chemical inside the body. Mert a májból származik az összes kemikália. That regulate our feeling. A testedbe, ami szabályozza az érzéseidet. Whether you feel good. Bárha, ha jól érzed magad. You feel bad. Ha rosszul érzed magad. Or because of liver. Az mind a májadnak köszönhető. Because liver is the chemical factories of the body. Mert a májad a kémiai gyára a testednek. So if liver turn crazy. Hogyha tönkreteszed a májad. For sure the person will turn crazy. Akkor ha beleőrül a májad a munkába, akkor vagy valakinek a mája, akkor a személy is megőrül. Now you started to understand the problem, no? Most már kezded érteni a problémát? Yeah, this one, the too many food. Then another problem. Ez az eredménye, ha túl sokat eszel. Another problem is that too little choices. No choice of the food. Every day we eat the same type of food. És a másik pedig az, hogy nincs elég választék. Tehát mindig, minden nap hasonló típusú ételt eszel. You just look at your breakfast. Nézd meg a reggelidet. What do you take in your breakfast? Mit fogyasztasz reggelire? Breakfast is the most important meal in the day, you know. A reggeli a legfontosabb étkezés a napban. What is the variety of food in the breakfast? És mi az ételek variációs lehetősége a reggelibe? No variety. Nem túl sok. We take
milk, coffee. Fogyasztunk valami kis tejet, kávét. Bread. Kenyeret. A few of this very little choices in a breakfast. Néhány dolgot, nagyon kicsi a választék a reggelivel. How about your lunch? Mi a helyzet az ebéddel? Do you keep on thinking of new lunch every day? Gondolkodsz minden nap, hogy valami új fajta ebéden? No, when we work, we forget about lunch. Nem, amikor dolgozunk, végülis el is feledkezünk az egész ebéd. When come to lunch time, we grab anything that we eat. Mert megyünk ebédelni, megeszünk valamit, és ennyi. We never think of lunch. Nem gondolkodunk, hogy mit egyek ebédre. Then only when come to the dinner. Amikor a vacsorához érünk, we start to think, oh, what to eat in a dinner. Akkor kezdünk gondolkodni, hogy mit is kéne enni vacsorára. There is a wrong timing. Csak rossz az időzítés. Dinner, you should not eat too much. A vacsora az nem arról szól, hogy ott túl sokat egyél. You eat a lot in a dinner. Ha sokat eszel vacsorára. Later you go to sleep. Elmész aludni. What happened to the energy that go into your body? Mi történik a tested energiájával? It turned into fat. Turned into fat. Zsírpárnákká épül. Maybe become very obese. Maybe you become fatty. Szépen nősz, és lehet, hogy egyre kövérebb leszel. Yeah. So actually now our civilization, we have inverted everything. We have made everything upside down. A civilizációban gyakorlatilag mindent a feje tetejére állítottunk. We should eat very good for the breakfast. Úgy kellene csinálnunk igazából, hogy jó mennyiséget eszünk reggelire. We should eat medium for the lunch. Közepes mennyiséget ebédre. We should eat very little for the dinner. És nagyon keveset vacsorára. Now we change everything. Ehhez képest minden a feje tetején van. We eat very little in the breakfast. Nagyon keveset reggelizünk. Lunch is okay. We just go with lunch. Ebéd az elmegy, ott leszaladunk, aztán vagy kiszaladunk, és akkor eszünk valamit, az kész. No, we eat very heavy in the dinner. De általában nagyon nehezet eszünk vacsorára. How to become healthy that way? We are go against the nature. És ezzel mit csinálunk? Gyakorlatilag a természet ellen megyünk. Okay, now to solve this problem can be solved. Hadd oldjam meg ezt a problémát. How to solve this problem? Hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát? With two very simple way. Kettő nagyon-nagyon egyszerű módon. First thing, when you eat, az első, amikor eszel, always eat slowly. Egyél mindig lassan. Don't eat fast. Ne egyél gyorsan. Because our stomach and the brain, mert az agyunk, take about illetve a gyomrunk és az agyunk között, take about 10 minutes to communicate, no? Körülbelül 10 perc kell a kommunikációhoz. When you eat, and you feel full, amikor eszel, és azt érzed, hogy jól laktál, there is 10 minutes ago, no? 10 perccel ezelőtt már jól laktál. Then you stop eating. Akkor kellett volna befejezni az evést. After 10 minutes. 10 perccel elteltével. You feel stomach bloated. Csak töltötted a gyomrodat, túltöltötted. Because this communication is not real time. Mert ez a kommunikáció, ez nem valós idejű. When you eat slowly. Ha lassan eszel. Okay, your mouth, what you call, the system will started working with the brain. Akkor a szád és az emésztőrendszered ugye elkezd dolgozni az agyaddal. So you should eat until you taste the food. You should keep on eating, you should chewing the food, yeah, until you taste you taste addig rágd, the food. Addig rágd az ételt, amíg érzed az ízét is. There is a study. Van egy tanulmány. The more civilized a community. Minél civilizáltabb egy közösség. When they eat the food. Amikor eszik az ételt, they only have the cost. They only have the feel. Oh, the food is salty. The food is sweet. They only have the kind of taste. Csak egy nagyjáboli ízt tudnak megmondani, hogy ez egy keserű étel vagy ez egy édes étel. How many times when you eat a bread? Hányszor van az, hogy eszel egy kenyeret? You eat until it tastes like a bread. Eszed annyi ideig, vagy rágod annyi ideig, hogy érezd valóban a kenyér ízét. People just eat and swallow it now. A legtöbben csak eszik és lenyelik. That is a very bad way of eating. De ez egy nagyon rossz módja az evésnek. Because your stomach and your brain do not communicate in real times. Mert a gyomrod és az agyad nem valós időben kommunikál. Let's say you look at the ancient time. You look at the old timer, like our grandfathers and. Nézd meg a nagyszüleidet. They take a long time for a meal. Sokkal több időt szánnak egy étkezésre. Okay, you eat a little bit of soups. Egy levesre. To tell your stomach that the soup is coming. Akkor ugye a gyomrod az fel is tudja fogni, hogy ez a leves érkezik. You eat slowly. Ha lassan eszel. Yeah. But nowadays to tell people to eat slowly is very difficult.
De ma azt mondani az embereknek, hogy egyenek lassan, ez nagyon nehéz. So when you eat, now you remember one thing. Amikor így, amikor eszel, akkor emlékezned kell egy dologra. Before you put the food into the stomach. Mielőtt a gyomrodba tennéd az ételt. Taste the food first. Ízleld meg, érezd az ízét. When you taste the food, the communication is more real time. Ha érzed egy ételnek az ízét, akkor már valósabb idejű a kommunikáció. And you can enjoy the food better. És jobban is élvezed az ételt. There's no hurry in eating. Nincs, nem kell kapkodni az evéssel. We say the faster you eat, minél gyorsabban eszel, the faster people die. Minél gyorsabban eszel, annál gyorsabban halsz meg. Yeah, so eat slowly. Tehát egyél lassan. Okay, this is first rule. Ez az első szabály. Second rule is that. A második szabály. Don't try to change your food. Ne próbáld megváltoztatni az ételedet gyökeresen. It's very difficult to change our food, you know. Nagyon nehéz átváltoztatni az étkezést. Good, the food is not decided by us. Hiszen az ételt legtöbbször nem mi döntjük el. The food is decided by the environment you're in. Az ételt, hogy mit teszel, az nagyon gyakran az a környezet dönti el, ahol vagy. The restaurant you're going in. Az étterem, ahová bemész. You cannot decide your food nowadays. Nem, ma nem nagyon szabadon válogatod az ételeidet minden egyes alkalommal. No need to change your food. Ne törekedj arra, hogy változtass az ételrendeden. But you must diversify your food. De tedd változatossá az ételrendeden. How to diversify the food? Hogyan tedd változatossá? Two or three things very important. Két-három dolog nagyon fontos. First, take geronoma. Geronoma, mushroom. Először is egészíts ki a ganodermával. Because geronoma contain more than 300 overtypes of nutrients. A ganodermában 300 féle táplálóanyag van. Secondly, take spirulina. A második sorban pedig fogyasz a spirulinát. Because the spirulina contain all the basic ingredients of food. Mert a spirulinában benne van az étel minden alap egysége. The only type of food in the world that you can take every day. Az egyetlen egy étel, amit minden nap fogyaszthatsz. Without any other food. Bármilyen más nélkül. You can survive in a long time. És nagyon-nagyon hosszú ideig túlélsz. Yeah, it is what you call the algae. Az spirulina. Csak a spirulina. Csak az alga. So when you take spirulina. Tehát ha spirulinát fogyasztod. When you take ganoderma. És a ganodermát. You are very sure. Akkor nagyon okos leszel. Then nagyon okos vagy. Then our food is diversified. Mert az étrendedet már is színesítetted. Many years ago when I go to Germany. Nagyon sok évvel ezelőtt, amikor elmentem Németországba. My friend invited me to stay in his house. A barátom azt akarta, hogy ott maradjak nála. In Stuttgart. In Stuttgart. Stuttgartban, az ő házában. He is a very serious organic food eater. Ő nagyon-nagyon megszállott organikus ételfogyasztó. He only eat organic food. Csak organikus ételt eszik. Even the water that he is drinking. Még a víz is, amit iszik. They buy the snow water, you know, from some mountain with some very clear water. They valami, buy the water from there. Gletscher vizet vásárol valami nagyon-nagyon tiszta helyről. They would drink the water from the taps. Nem iszza a csapvizet. But I told him, you have a problem. De mondtam neki, van egy problémád. Because you only buy all your food from only one shop near to your house. Mert az ételeidet mindig egy boltból veszed meg, ami nem messze van a házattól. Organic food is good. Az organikus étel jó. But lack of variety is very bad. De a variáció szűk skálája az nagyon veszélyes. If you give me a choice. Hogyha engem kérdezel, ha nekem adsz egy választási lehetőséget. I go for clean food. Tiszta ételt fogyasztok. Not necessarily organic. Nem kell, hogy organikus legyen. Then we have more choices. De akkor több választási lehetőségünk van. That is more important than being organic. Ez sokkal fontosabb, mint az organikus étrend. Then limit your choices. Mert hagy neked választási lehetőségeket. When I go to Australia. Amikor elmegyek Ausztráliába. They keep asking me. Engem kérdezgetnek folyamatosan. Do you put sugar in your coffee? Hogy teszel cukrot a kávédba? Do you put sugar into your kordipány? Teszel cukrot a kordipányba? I said, of course I put sugar. És mondtam, hogy igen, teszek. Without sugar, how my coffee is going to taste? A cukor nélkül milyen íze lesz a kávémnak? Then also told me, no, Dr. Lim, that's very bad, very bad. It's no good. They told me it's no good. És mondják, hogy Dr. Lim, ez nem jó, a cukor nem jó. They do not take white sugar. Nem fogyasztanak a fehér cukrot. Because they are organic eater. Mert organikus étrenden van. They take the brown sugar. A barna cukrot fogyasztják. I asked the Australian. De megkérdeztem az ausztrálokat. Do you know how the brown sugar is produced? Tudjátok, hogy készül a barna cukor?
They filter the cane solution. The filter. They press the sugar cane. Ki préserik a cukornádat? Then you have the sugar cane water. Akkor kijön ugye ennek a cukros léje? They filter the water. Ez ki megszűrik? The clean water will produce white sugar. És a szűrt változat az lesz a fehér cukor. The white sugar is a crystallization of sugar. It's very clean. Mert a fehér cukor, az a kristály cukor, a fehér cukor, az a kikristályosított cukor, tiszta cukor. Those remaining, és ami maradt, they produce brown sugar. Abból csinálnak barna cukrot. Very dirty. Nagyon jó. When we take white sugar, amikor fehér cukrot fogyasztunk, we know at least it is clean, no? Hát egyet tudhatunk, hogy az legalább tiszta. You take this brown sugar, a barnát fogyasztasz, you doesn't know what is inside it. Az nem tudod, mi van benne. Yeah, it's risky, you know. Az már kockázatos. Okay, never mind. Okay, second question. I asked the Australian. Megkérdeztem még egyet az ausztráloktól. Why you eating organic food? Why you eating organic? Miért esztek organikus ételt? Because we want to have a good body. Mert ha jó a tested. Yeah, we want to have a sound mind. Egy tiszta agyra törekszünk. Then I asked them the most important question. Megkérdeztem tőlük a legfontosabb kérdést. How many organic food eater have a healthy body? Hány organikus étel fogyasztónak van egészséges teste? How many organic food eater have a balanced mind? Hány organikus étel fogyasztónak van egy kiegyensúlyozott agya? I must tell you, no, throughout the whole world, the most crazy people I met always are the people eat organic food. És yeah. Én ezt elmondhatom neked úgy, hogy az egész világot beutaztam. They are extremely crazy. Hogy a legőrültebb fazonok, akikkel találkoztam, azok az organikus ételfogyasztók között találhatóak. They are not happy with everything, you know. They are not happy. Nem boldogok. They are not happy with the government. Nem boldogok a kormánnyal, nem elégedettek. They are not happy with the toothpaste. Nem elégedettek a fogkrémikkel. They are not happy with the coffee. Nem elégedettek a kávéval. They are not happy about anything. Semmivel nem elégedettek. Then what's the point to become an organic food eater to end up in that situation? Akkor mi a pláne ebben az organikus étel fogyasztásban, hogyha ez a vége? As a human being, don't go to the extreme. Amikor emberként ne kövesd az extrém irányokat. You close your eyes, you just simply eat anything, there's no good. Ne vezess be mindent az életedbe. You put a very strict code, only restrict your food, there's also no good. Ha egy nagyon szigorú szabályozás hozol, hogy hogyan korlátozod a elfogyasztható ételeket, az nem lesz jó. So for DXN, we go in the middle. Tehát inkább én a DXN-nek azt mondom, hogy inkább menjünk a középúton. Come back to sugar. Térj vissza a cukorhoz. Many people are telling me. Nagyon sokan azt mondják. Dr. Lim. If your products got sugar. Hogyha a termékeiben van cukor. Then it's no good for diabetes people. Akkor ez nem jó a diabeteses embereknek. The same question they're asking for me in Australia. Ugyanezt kérdezték Ausztráliában is. Now today we are not going for Q&A. Short, okay. Most ebben részletesen nem fogunk belemenni ma, mert az időnk nem áll rendelkezésre. Today I'm going to ask you Q&A. I'm going to ask you, you answer me. De ma nem lesz kérdés és válasz lehetőség, mert nincs rá idő, de én foglak téged kérdezni most, és te válaszolsz nekem, jó? Don't worry about your answer is right or wrong. Teljesen mindegy, hogy a válaszod jó vagy rossz. We're not going to deduct your bonus. Nem fogjuk a bónuszodat megszületni, azért nem tudottam válaszolják. Yeah, we say DXN meeting is like a family meeting. Mindig azt mondjuk, hogy egy DXN találkozó az olyan, mint egy családi összejövetel. Yeah. We exchange opinion. Tapasztalatokat és véleményeket cserélünk. Now ask you one question. Hadd kérdezzek akkor egy kérdést. Can diabetes patient take sugar? Fogyaszthat-e egy diabeteses ember cukrot? Give me a simple answer, yes or no? Egyszerű válasz mondja, igen vagy nem? Igen, yes. Yes. I have treated many diabetes patients. Nagyon-nagyon sok diabeteses páciens kezeltem. We are telling it out of experiences. És tapasztalatból mondjuk. Sugar is very important to us. A cukor fontos számunkra. You know why? Sugar gives us instant energy. Tudod miért? Mert a cukor azonnali energiával lát el. When we take sugar, amikor cukrot fogyasztunk, you give energy, energiát ad, then with this energy we can digest the food. És ezzel az energiával meg tudjuk emészteni a többi ételt. Then we can process the food. Then we can? We can process the és food. És fel tudjuk dolgozni, a szervezetünk fel tudja dolgozni az ételt. If I told the doctors, no. If you advise
the diabetes patient not to take sugar. Hogyha azt mondom az orvosoknak, hogyha te azt tanácsolod a diabéteses páciensnek, hogy ne fogyasszon cukrot. Then you should advise them not to take starch. 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 The noodles like this rice. Hogyha like bread. Akkor azt is javasolnod kell neki, hogy ne fogyasszon keményítőt. Because when you take bread, ne fogyasszon tésztát, ne fogyasszon kenyeret. You take pasta. Hogyha kenyeret fogyasztasz, vagy tésztát. You take rice. Vagy rizst. At the end, what does it convert to? A végén mi történik? Convert to sugar. Cukorrá változtatja a szervezetet. And it need energy, you know. Mert kell, szüksége van energiára. If a diabetes patient. A diabéteses páciens is. Do not take sugar. Ha nem eszik cukrot. He has to spend a lot of energy. Nagyon sok energiát el fog fogyasztani. To digest a starch. Ahhoz, hogy megemészse a keményítőt. In order to get the sugar. Ahhoz, hogy kinyerje a keményítőből akkora cukrot, amire szüksége van. Then he will become weaker and weaker. És egyre gyengébb és gyengébb és gyengébb lesz. Then eventually people say, oh, you don't take too much bread. Akkor azt mondják neki, hogy ne fogyasson túl sok kenyeret. You don't take too much pasta. Ne fogyasson túl sok tésztát. Because increase the sugar level. Megemeli a cukorszintet. Then he cut down the bread. Most akkor már kenyér sincs. Then he cut down the pasta. A tészta sincs. Eventually he is not dying of diabetes. És akkor az lesz a vége, hogy nem a cukorbetegség miatt hal meg. He's dying of starvation. Hanem halálra éhezik. He is suffering from famine. Éhen fog halni. Yeah, many people are dying in that way. Nagyon sok ember ezt történik. So we say health management. Tehát azt mondjuk, hogy egészségmenedzsment. A person, let's say if I am having diabetes. Hogyha nekem diabéteszem van. I take sugar. Fogyasztok cukrot. Of course my sugar level will immediately shooting up. Természetesen a cukorszintem azonnal fel fog emelkedni. But that is not the reason why I sugar. De ez nem ok arra, hogy miért ne fogyasztatnék cukrot. For diabetes patient. A diabetes kezelés során. They should take normally. Normálisan fogyasztaniuk kell. They can take sugar. They can take sugar. They can drink a little bit of wine. Ehetnek cukrot. Ihatnak egy kis bort. You can eat anything. Bármit lehet enni. But. De eat small quantity. Kis mennyiségeket fogyasszák. Eat more times in a day. Többször egy nap. So that the sugar level should up. Hogy a cukorszinted ne lőjön föl az égbe. Not by fasting on sugar. Not by fasting on sugar. Nem, ez nem azt jelenti, hogy nélkülözni kell a cukrot. So for diabetes people, remember? Tehát a diabeteseseknek emlékszel? You eat anything under the sun? Ehetsz bármit, ami a nap alatt található. So that you're not suffering from famine. Tehát ne azért, hogy ne éhezzél. Cut down in everything. De csökkentsél mindent. Don't eat big plate of pasta. Ne egyél nagy porció tésztákat. Don't eat the whole loaf of bread. Ne egyél meg egy egész kenyeret. Eat small quantity. Kicsi mennyiségeket fogyasszál. Eat throughout 4 or 5 meals a day. 4-5 naponta. Yeah, that is a proper way to manage the diabetes. Ez a megfelelő útja annak, hogy menedzseld a diabetes. Okay, so the first problem, you know how to solve this problem? Tehát hogyan oldjuk meg az első problémát? The first problem is that our food are lack of variety. Az első ugye az, hogy az ételünknek kicsi a választéka. And to make the thing worse, we eat a lot. És hogy még tetézzük ezt, sokat is eszünk. Yeah. That's why to solve this problem. Ezért, hogy megoldjuk ezt a problémát. Eat slowly. Egyél lassan. Take Ganoderma. Fogyaszd a Ganodermát. Take spirulina. A spirulinát. Drinking the coffee. Itt a kávét. Well, the coffee also have a lot of nutrients, okay? Mert a kávéban is van egy csomó csomó táplálóanyag. Drinking the enzyme drink. Itt az enzim italt. Yeah. Enzyme contain 100 over type of nutrients. Hiszen az enzimbe nagyon sokféle tápanyag található. You see, when you buy an apple. Hogyha veszel egy almát. The nutrition of apple not much, no? Akkor maga az alma táp értéke az nem olyan magas. You press it into apple juice. Kinyomod alma juice-nak. You inoculate this put some microbes, ferment it. És belehelyezel egy pár mikróbát. Yeah, vinaigrette. Become, és lesz belőle egy alma ecet. It nutrient become more than apple. Annak a tápértéke már magasabb, mint az almáé volt eredetileg. Because during the metabolism of the microbes, mert a mikrobák metabolizmusa során, it produce a lot of material. Nagyon sok anyag keletkezik. That to us is a nutrient. És ezt a szervezetünk tápanyagként tudja hasznosítani. The male
you're drinking. És amit megiszol. The nutrient actually is okay. But if you convert it into yogurt. De hogyha beleteszed ezt, annak, tehát amit megiszol simán normál levet, annak a tápértéke is oké, de hogyha beleteszed joghurtba, the nutrient of yogurt, akkor a joghurt tápanyagai is more than milk. Az több, mint az eredetileg megivott anyagé. Tehát, hogyha ha tejről van szó, bocsánat, ha tejet megiszod, annak a tápértéke is oké, de ha joghurt formájában fogyasztod, annak a tápértéke magasabb, mint a tejé. But the problem, de a probléma, today, when you go to supermarket, amikor ma elmegyünk egy szupermarketbe, you buy the coffee there, megveszed ott a kávét, what type of coffee are you buying? Milyen fajta kávét veszel? Are you buying organic coffee or synthetic coffee? Organikus kávét vagy szintetikus kávét? You look at the largest coffee company in the world. Megnézed a világ legnagyobb kávégyártó cégét. Do they have coffee plantation? A világ legnagyobb kávé előállító cégének vannak kávé ültetvényei? They have very little coffee plantation, you know. Nagyon kevés kávé ültetvényük van. Because they do not need a farm to produce coffee. Mert nincs szükségük farmra ahhoz, hogy kávét állítsanak elő. They don't need a factory to produce coffee. Elég egy gyár, ahol kávét gyártanak. Because coffee can be synthesized. Mert a kávét gyakorlatilag lehet szintetizálni. How do you know a coffee is a synthetic coffee? Honnan tudod azt megállapítani, hogy egy kávé szintetikus kávé? Very easy. Nagyon könnyű. First thing. Első dolog. The taste never change. The taste never change. Yeah, always taste the same. Soha nem változik az íze. Secondly, when you mindig ugyanaz az íze. Say when you drink the synthetic coffee. Ha szintetikus kávét fogyasztasz. First, you must drink organic coffee. Először igyál organikus kávét. After taking organic coffee for sometimes, egy jó idő után, hogy organikus kávét fogyasztottál, you go and drink the synthetic coffee, igyál szintetikus kávét, immediately your body will reject it. És a tested rögtön fogja jelezni. This is our toothpaste, no? Olyan, mint a fogkrém. Our toothpaste is synthetic toothpaste. A fogkrémünk szintetikus fogkrém. The toothpaste you are buying from the supermarket, they are synthetic. Amit veszel a szupermarketbe, szintetikus fogkrém. They put artificial this sweetener. Tesznek bele mesterséges édesítőszert. So when you brush the teeth with DXN toothpaste. És amikor utána kipróbálod a DXN fogkrémet. After a few months. Néhány hónap után. You go to the hotel, you forgotten to bring your toothpaste. You go to the hotel. Elmész egy hotelbe, viszed magaddal a fogkrémedet. Then you use the hotel's toothpaste. De ott a hotelben a hotel fogkrémét használod. You're kissing when you brought it. It doesn't taste good. És érezni fogod, hogy nincs jó íze. Because we know how to differentiate. Mert már tudod azt, hogy tegyél különbséget. Yeah. Many people are telling me. Nagyon sokan azt mondják nekem. When I go to Philippines. Amikor a Fülöp-szigetekre megyek. They say, Dr. Lim, our coffee is very costly. Very costly. Hogy Dr. Lim, hát ez a kávé nagyon drága. Because they compare with the coffee with the supermarket. Mert ugye a mi kávénkat a boltba kapható kávéval hasonlítják össze. So I ask the Filipino. De így megkérdezem a Fülöp-szigetekieket. How many coffee factory, how many coffee company in Philippines? Hogy hány kávé cég van a Fülöp-szigeteken? So they name a few very famous coffee, you know. Megneveznek néhány nagyon híres kávét. I told them this is not coffee company. És elmondom nekik, hogy ezek nem kávé. Because cégek. They do not give you organic coffee. Nem fognak organikus kávét adni nektek. They give you synthetic coffee. Szintetikus kávét árul. Synthetic coffee, I just need to put 0.5% or 1%, you know, of the flavor. A szintetikus kávéba elég 0.5% vagy 1%-nyi ízt beletennem. They mean out of 21 gram. És azt mondom, hogy 31 gram. I just put 1 gram of synthetic coffee. 1 gram szintetikus kávét teszek bele. The whole sachet tastes like coffee. És onnantól az egész zacskó na kávé íze van. Of course it will be cheap. Természetes, hogy olcsóbb. It will be very cheap. I said this is not coffee company. Nagyon olcsó lesz. Mondom nekik, hogy ezek nem kávé cégek. You cannot compare DXN with this company. Nem tudod összehasonlítani, nem is hasonlíthatod össze a DXN-t ezekkel a cégekkel. Yeah, you cannot compare a good cloth with a plastic cloth. Nem hasonlítasz össze egy jó ruházatot egy műanyag ruházattal. Which are the thing that's selling a good coffee? They say take Starbucks. Yes. Mondjuk vegyük példának a Starbucksot. Okay, they are not synthetic coffee. Az nem szintetikus kávé. Because they put the coffee right in front of you, then they make the coffee for you. Ott a kávéból neked csinálják meg a kávédat. One cup of Starbucks will cost you how much? Mennyibe kerül egy pohár Starbucks kávé? In Europe, I think how much? Európában?
2-3 euros. 2-3 euro. In average, 1-3 euro difference. They say 3 euros. 3 euro. Now about one box of coffee, how much? 3 euro, ugye egy Starbucks kávé Európába. So our coffee is say 15 it's euro. About yeah. Say 15. 10 euro. 10 euro. Less than 10 euro. 10. Oh, it's too cheap, bro. Ilyen olcsó? Kevesebb, mint 10. 10 euro! That's why we are not making so much profit in Europe. Aha, most már rájöttem, akkor azért nem keresünk mi eleget. They mean azért, one... nagyon olcsó a kávé, most rájöttem. One set is half euro? Tehát egy zacskó fél euró sincs. Do you know that one sachet of coffee can produce 2 cups, you know? És azt tudod, hogy egy zacskó kávéből akár 2 csészét is lehet csinálni? So it's still very, very cheap. Tehát ez még mindig nagyon-nagyon olcsó. Yeah, when we are selling in Mexico. Amikor Mexikóban értékesítünk. We are selling well on our coffee. Nagyon jól értékesítjük a kávénkat. Because our member know how to compare. Mert a partnereink tudják, hogy hogy kell összehasonlítani. Yeah, so you must understand our products well. Tehát fontos, hogy jól megértsd a termékeinket. Yeah, so you should take enzyme. Fogyaszd az enzimet. Let's say our noni juice, our cordy pine, you should take every day. A noni juice, vagy a cordy pine-t fogyaszd minden nap. So now I ask you the second question. És megkérdezek még egy kérdést tőled. After you listen to me. Ami után meghallgattál engem. You tell me which one is proper food. Mondd meg, hogy melyik a megfelelő étel. Your pasta is a proper food or your spirulina is a proper food? A tészta a megfelelő étel, vagy a spirulina a megfelelő étel? Spirulina is a proper food. A spirulina egy megfelelő étel. The pasta is food supplement. Supplement. A tészta az egy étrend kiegészítő. Yeah, it's supplement to the spirulina. Azaz kiegészíti a spirulina. You can take spirulina, forget about pasta. Fogyassz a spirulinát és felejtsd a tésztát. You still healthy. Még mindig egészséges maradsz, úgyis. If you take spirulina and you take pasta, forget about spirulina. You will be very, very problematic. Ha elfelejted a spirulinát és csak tésztát eszel, nagy problémáid lesznek. So you must agree with me. Which one is supplement? Tehát akkor adjál nekem választ. Melyik az étrendkiegészítő? This one. What is supplement? The pasta. Yeah. A tészta. So next time when you eat all the food, no need to worry. Tehát ez az, amit egyébként is eszel, nem kell aggódnod. You tell yourself, oh, this is just a supplement. És azt mondod, hogy hát, next time, ez úgyis csak étrendkiegészítő, amit most eszek. If you just eat. És nem lesz gond. Yeah. If not, then you have problem in food. De hogyha nem itt eszel, akkor viszont lehetnek problémáid az étkezés miatt. Yeah. Many people, they tell me, Dr. Lim, I want to become vegetarian. Nagyon sokan azt mondják nekem, hogy Dr. Lim, én vegetáriánus akarok lenni. Yeah, I think become vegetarian is very good. Mondom nekem, igen, vegetáriánus az nagyon jó. But if you want to be healthy by being a vegetarian. De ha egészséges akarsz maradni vegetáriánusként. How should you eat the vegetable? How should you consume the vegetable? Mi az, amire úgy azt mondod, hogy zöldség? Should you consume it raw or should you consume it well done, well cooked? És hogy fogyasztod ezt a zöldséget? Nyersen vagy nagyon jól megfőzve? You should take it raw. Fogyaszt nyersen. To be effective. Ahhoz, hogy hatásos legyen. Or you should take it lightly cooked. Vagy nagyon éppen megfőzve. Vegetable, when you cook it for a long time. Hogyha a zöldséget sokáig főzöd. It lost all the function. Akkor elveszti minden funkcióját. It worse than meat. Rosszabb, mint a hús. Why I say that? Miért mondom ezt? Because in India, so come back to Gigi again. He is very unfortunate today. Voltam Indiába, úgyhogy most visszatérek a Gigi-hez, nagyon szerencsés ma. 60% are vegetarian. 16% a vegetáriánus. But Indian de? Have the highest rate of this cardio problem, no? De mégis, a nagyobb, nagyon nagy százalékban a lakosságnak van koronaér problémája. Coronary problem? Tehát szívérrendszeri problémáik. Hypertension? And gastrointestinal problem. Aztán van nekik emésztőrendszeri problémájuk is ugyanúgy. So Gigi, I should send you back to India. tehát én azt mondtam a Gigi-nek. No, I just joke with him. I just joke with him that I will send him back to India to solve this problem. Okay, tehát azt mondtam a Gigi-nek, hogy visszaküldöm Indiába, hogy megoldja ezt a problémát, de csak viccelek. So being a vegetarian. Tehát vegetáriánusként élni. If we are not careful with the preparation of food. És de ugyanakkor nem elővigyázatosnak lenni az étel elkészítésével. It do not solve your problem. Az nem fogja megoldani a problémádat. Okay, so now we come to the second problem. Tehát most érkezünk a második problémához. You talk about vegetarianism, vegetarian. A vegetáriánusság.
The second problem. A második probléma. As you all of us we know really. Amit mindannyiunknak ismerni kell. Our body is a alkaline body. A testünk az egy lúgos rendszer. We should take more alkaline food. Tehát több lúgos ételt kell fogyasztanunk. Than the acidic food. Mint savas ételt. So how do you define the food is alkaline or acidic? How? Hogy definiálod ugyanakkor, hogy az étel lúgos vagy savas? Do you use the litmus paper to test the acidity of the food? A lakmuszpapírt használsz, hogy leteszteljed, hogy melyik milyen? Is acidic then acidic food? Is alkaline alkaline food? Ez savas, akkor ez savas étel, ez lúgos, akkor ez lúgos étel? Not like that. Nem így működik. You test a coffee. You use a limo. A few days ago, I am in Philippines. So one neurologist come to see me. Néhány nappal ezelőtt a Fülöp-szigeteken eljött hozzám egy The one who are nutrition expert. És eljött hozzám egy tápanyag szakértő, tehát egy olyan valaki, aki az étrendi dolgokkal foglalkozik. So he said, Dr. Lim, I have one idea. És azt mondta, hogy Dr. Lim, van egy ötletem. When I test a coffee. Hogyha én letesztelem a kávét. The coffee is acidic. A kávé savas. Why not we do something? Miért nem csinálunk valamit? To make the coffee neutral. Csináljuk a kávét semlegesre. Or make it alkaline. Vagy tegyük lugossá. I see you are crazy. Neki bolond vagy. The coffee is effective. A kávé hatásos. Because of the acidity in the coffee. Azért a savasság miatt, ami benne van. You see, the acidity of the food is based on the actions on the body. The food is alkaline or acidic is because of the action or what is doing in the body. Egy étel az attól lugos vagy savas, hogy mi az, amit csinál a szervezetedben. It's not because it is acidic, then acidic food, no. Nem úgy van, hogy megmérjük most a savas, akkor az savas étel. When you exercise, hogyha te testgyakorlást végzel, when our body having this metabolism, és beindul a metabolizmus, there's a lot of body waste. Akkor egy csomó veszteség éri a szervezetedet. And all these wastes are acidic in nature. És ez a veszteség, ez az anyag, ami termelődik, ez savas jellegű. How to remove this acid from the body? Hogy tudod ezt a savas salakanyagot úgymond eltávolítani a szervezetedből? Today all of you must remember one principle. One very important principle. Organic acid can remove organic acids. Egy dolgot nagyon fontos, hogy megjegyezzél, az organikus sav el tudja távolítani a szerves sav, el tudja távolítani a szerves savat. What are the organic acid? Milyen a szerves sav? Like the lemon, the citric acid from the lemon. Mint a citrom. During the summer day, egy nyári napon, we like to drink lemon, am I right? Akkor sok limonádét iszunk. During the summer day, after drinking lemon, we feel the body become light, become better. Úgy érezzük, hogy a limonádé után a testünk könnyebb. Why? Miért? Because during the summer time, it's hot. Mert nyáron meleg van. When it's hot, our body produces a lot of acid. Hogyha meleg van, akkor a testünk nagyon sok savat termel. So when you drink a lemon juice, tehát hogyha a limonádét iszol, you remove the acid from your body. Akkor a savat kitisztítod a szervezetből. Yeah. In India, Indiában, when people having heaty body, ha az embereknek nagyon felmelegszik a teste, they take the matured yogurt, the very sour yogurt. Akkor a legsavanyúbb joghurtot fogyasztják. You take sour yogurt. Savanyú joghurtot fogyasztanak. After that you feel the body very nice. Ettől nagyon jól érzik utána magukat. Why? Miért? Because the organic acid in the yogurt, mert a szerves sav a joghurtba, remove the acid waste from your body. Eltávolítja a savas dolgokat a szervezeted. Yeah. So the food, you look at the food. Tehát nézd meg az ételt. All the vegetable are alkaline. Minden zöldség általában lúgos. All these meat are acidic. Az összes húsféle savas. Okay. So that the wheat and the rice you're eating. Tehát a gabonafélék vagy a rizs, amit fogyasztasz. If it is brown rice or if it's a whole wheat. Hogyha barna rizs vagy egy teljes mag bármiből. It is alkaline. Az lúgos. But if you polish the rice, you polish the wheat until very white in color. De hogyha kifényezed a rizst és kifényezed az egyéb gabonaféléket, ami nagyon fehér lesz a színük. It's acidic in nature. Az már savas tulajdonságú lesz. So now you do some auditing.
You audit your breakfast, your lunch and your dinner. Most végez egy kis vizsgálatot, egy kis auditot a reggeliddel kapcsolatban, az ebédeddel kapcsolatban és a vacsoráddal kapcsolatban. Vinegars, eh? Fontosak az ecetfélék. A natural vinegars is strongly alkaline in nature to the body. Egy természetes ecet az lugosan hat a testedre. A synthetic vinegar is very very acidic. Egy szintetikus ecet nagyon-nagyon savas. If a person having gastric problem, hogyha egy személynek emésztési problémái vannak, if they take synthetic vinegars, hogyha és szintetikus ecetet fogyaszt, they're going to suffer like anything. Akkor nagyon-nagyon fog szenvedni. But for us, this gastric person, if they take organic vinegars, de hogyha ugyanez a személy, akinek ilyen emésztési gondjai vannak, szerves ecetet fogyaszt, you can treat the gastric problem. Az ráadásul lehet, hogy javítani is fog ezen a problémán. Yeah, come to the coffee, yeah. Synthetic coffee is very, very acidic. Térjünk vissza a kávéhoz, a szintetikus kávé nagyon savas. Organic coffee, yeah. Az organikus kávé. Alkaline nature. Az lugos természetű. Yeah. So it's good to take vegetable, am I right? Tehát jó, hogyha zöldséget fogyasztunk, igaz? Yeah. So many people they're telling me. Nagyon sokan azt mondják ugyanakkor. Oh, Dr. Lim, in this case maybe I should eat salad, no? Hogy hát akkor Dr. Lim, ez esetben akkor salátát kell enni. Yeah, salad or vegetable. Salátát vagy zöldségeket. You also raw vegetable, am I right? Nyers zöldséget. But the problem is that how many days can you take salad? De a kérdésem az, hogy hány napig tudsz salátát fogyasztani? You take one day, two days? Kettő? Yeah. One week, two weeks? Egy hét, két hét. When you come to the third bit, you forget who is Dr. Lim. Harmadik hétre el is felejtett, hogy ki a Dr. Lim. You forget what is DXN. Azt is, hogy mi a DXN. You go for the fried chicken, go for the steak. És újra rácuppansz a sülcsirkére és a steakre. Because we cannot change the food. Mert nem tudjuk megváltoztatni az ételünk. To change a person's food, hogy megváltoztassuk egy személy étrendjét, is more difficult than changing his religion, you know? Nehezebb, mint a vallását megváltoztatni. No, not easy. Yeah, nem könnyű, érted? That's why today I'm not asking you change your food. Ezért mondom azt ma, hogy ne változtass az étrendedet. Nem arra kérlek, hogy megváltoztass az étrendedet. I ask you, yeah, to differentiate which one is a proper food, which one is a supplement. Hanem arra kérlek, hogy tegyél, tudjál különbséget tenni a között, hogy melyik a megfelelő étel és melyik az étrend kiegészítő. So for the health management. Tehát az egészségmenedzsmenttel kapcsolatban. We should take good and proper food. Jó minőségű, megfelelő ételt kell fogyasztanunk. The mushroom. Gombát. The algae. The asparagus. Az algát. Okay. The enzyme. Az enzimeket. Okay. The coffee. És a kávé. Yeah. Now, let me ask you one more question. Hadd kérdezzek még egy kérdést. Is caffeine good for you or bad for you? Caffeine. Koffein jó neked, vagy rossz neked? Caffeine, not cocaine, eh? Nem a kokain, nem a kokain, jó? Nem kokain, koffein. It's good for the body. Jó tesz a szervezet. But you look at the many old what they call advice from the doctors. Meghallgatsz egy csomó tanácsot az orvosoktól. Many doctors say don't take coffee. Sokan azt mondják, ne fogyasszon kávét. Because it constrict your blood vessel. Mert összehúzza az ereket. It increase your blood pressure. Felemeli a vérnyomást. Your oxygen supply to the brain become less. Az oxigén ellátás kevesebb lesz az agyba. You become dizzy. Szédülni fog. So don't take coffee. Tehát ne igyon kávét. Yeah, many medical journal. Yeah. But nowadays they don't talk a lot anymore. Nagyon sokáig ezt mondták, de ma már azért nem egészen így beszélnek. Because when they say coffee, we must ask one very important question. Mert amikor a kávéről beszélünk, rájöttek, hogy amikor a kávéről beszélünk, egy nagyon fontos kérdést meg kell kérdezni. What type of coffee are they drinking? Milyen típusú kávét isznak? Now, if you go to the shop, hogyha elmész az üzletbe, you buy the coffee bean, megveszed a kávét, many people think it's organic. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez organikus, természetes. It's not. De nem az. There's a lot of flavor. They put a lot of flavor into it. Nagyon sok ízesítőt tesznek bele. Because the bean, they just get any bean, cheap bean. Megszereznek valamilyen olcsó hulladék kategóriájú kávészemet, kávébabot. Coffee bean, there are two category. A kávébabnak két kategóriája van. One is hand pick. Az egyik az a kézzel szedett. When the coffee, the cherry become red, pick it. Amikor a kávé cserjében, cserje megérik és leszedik. You process it.
feldolgozzák. Then we get organic coffee. Akkor organikus kávét kapunk. That is very very costly. Ez nagyon nagyon drága. Because you have to pick by hand. Mert kézzel szedik. Another type of coffee is harvested by machine. Using machine to harvest the coffee. Machine. In the other type of coffee. Other type of coffee. A másik kávé típusban pedig gyakorlatilag gépet használnak a kávét aratására, hogy úgy mondjuk. They use a machine to shake the coffee tree, shaking. És egy olyan gépet használnak, ami tulajdonképpen rázza a kávéfát. Then the coffee will drop to the ground. És akkor leesik a földre a kávé. So the red one, the yellow one, the green one all drop to the ground. Lesik a piros, a sárga, a zöld, mindegyik lesik. So they don't care, they process in the coffee bean. Nem érdekes, feldolgozzák. This kind of coffee bean is very very cheap. Ez a fajta kávészem nagyon nagyon olcsó. And 90% of the coffee in the market is this type of coffee. És több mint 90%-a a piacon kapható kávénak így készül. And this type of coffee no taste, no, when you put it, the taste is very bad. És ennek a kávénak igazából nincs jó íze. So what should the manufacturer do? Rossz az íze, tehát mit fog csinálni a gyártó? They put in the fragrance. Beletesz illatot, ízt. Fragrance, the kind of this. Illatanyagot is. Yeah. Synthetic fragrance. Szintetikus illatanyagot. So there's no different from synthetic coffee, you know, this half synthetic. Tehát ez tulajdonképpen nem különbözik a szintetikus kávétól, ez fél szintetikus. Yeah, just like vinegars. Olyan, mint az ecet. Now the many vinegars are manufacturing company, they know that people want organic vinegars. Nagyon sok ecet gyártó cég most már tudja, hogy az emberek természetes ecetet akarnak. So they buy some rice. Tehát veszek egy kis rizst. They put some chemical into the rice. Beleteszek egy kis vegyszert a rizsbe. Turn it into sugar. Sugar. Cukrot csinálnak így belőle. Then put this lactosa, a kind of bacteria, one type of bacteria put into it. Ebbe az egészbe beleteszek egy baktéria típust. Bubbling it. Baktérium típust. In 1 week's time it become vinegar. Ezt egy kicsit hagyják rotyogni, egy hét múlva ecet. Then they combine with the synthetic vinegars. Aztán összekombinálják a szintetikus ecettel. They sell it to you. És eladják neked. Oh, so organic vinegars. That's very bad. Ez nagyon rossz. The apple ciders. Apple ciders. Az alma cider. Alma ecet. I tell many members, don't go and buy those apple cider in the supermarket. Én azt mondom nagyon sok tagunknak, hogy ne menjél a szupermarketbe alma ecetet venni. Do you know how they produce those cheap apple ciders in supermarket? Tudod, hogy hozzák létre ezt az olcsó alma ecetet, amit a szupermarketbe kapsz? They press the apple. Kinyomják az almát. Get all the juice. Mindent kiszednek belőle. Hey, don't be happy, the juice is not turning into the vinegar, the juice sell as apple juice. És nem a juice-ból, tehát az almaléből nem csinálnak almaecetet, azt eladják almalének. Whatever is left. Ami marad. Okay, they put a lot of sugar. Ahhoz hozzáteszek egy csomó cukrot. Then they put in this acetobacillus. Aztán bele dobnak egy kis acidobacillus. One type of bacteria. One type of bacteria. Yes. Then put a lot of aeration. Egy baktéria típust, aztán ezt így megkeverik, megkezelik. After 1 week. Egy hét múlva. It become apple cider. Alma ecet. Don't take the kind of apple cider, it's useless. Useless. De ne vásárolj ilyen alma ecetet, mert használhatatlan. It's produced from apple. It's ripe produced from apple. But what the apple? Almából csinálják, de milyenből? The vinegar supposed from the produced from the apple juice. Az igazi almaecetet az alma léből kell. All the juice has go to the bottling. What is left is not the juice. De miután az alma lé az elmegy a palackozásba vagy a dobozolásba, nincs már alma lé, amiből csinálják. Then put in the sugar. Beleteszik, hozzáteszik így a cukrot. Produce the vinegars. És megcsinálják az ecetet. They say that, oh, this is apple cider. És azt mondják, ez alma ecet. So don't take the kind of apple cider. Tehát ne fogyassz el ilyen alma ecetet. Yeah, okay. So what should we do now? Akkor most mit csináljunk? Okay, in case you wanted to produce your own vinegars. Hogyha te magad szeretnéd legyártani a saját eceteidet. It's very simple to produce your own vinegars. Nagyon könnyű megcsinálni. For example. Például. Many ladies they want to slim down the body. Nagyon sokan a hölgyek közül szeretnének fogyni. Banana vinegars very good. A banán ecet nagyon jó. So how do you produce banana vinegars inside your house? Hogy állítasz elő banán ecetet otthon? It's very simple. Nagyon egyszerű. You go and buy banana. Veszel banánt. Throw away the peel. The skin, throw away. Dobd el a héját. Yeah, you cut the banana into pieces. Felvágod darabokra.
Then you put the same amount of sugar. Ugyanannyi cukrot hozzáteszel. You boil it for 20 to 30 minutes. Forralod? How long? Boil for half an hour, 20 minutes to 30 minutes. 20-30 percig forralod. Then strain away the banana. Aztán. Then you just filter the banana. Leszűröd a banánt. Eat the banana. Don't throw it away. Eat the banana. No, ne dobd el, edd meg. Then the solution. És ami maradt? 1:1 you mix with our vinegars. Egy az egybe keverd össze a mi ecetünket. Then put there for 1 or 2 weeks. Egy-két hétre tedd félre. It become banana vinegars. És banán ecetet kapsz. Many people say you put sugar. És amikor az emberek látják, hogy a cukrot teszel bele. This is sugar no good. Azt meg, nem jó a cukor. Next time anybody tell you sugar no good, you knock at his head. Legközelebb bárki azt mondja neked, hogy nem jó a cukor. That is wrong concept. Üss a fejére, mert rossz a koncepció. When you boil banana. Hogyha te forralod a banánt. Why put sugar? Miért kellene beletenni a cukrot? Because you put sugar, it create a kind of osmosis. Azért, hogy az osmózis el tudjon kezdeni működni. To extract all the nutrient from the banana. Hogy kivonjon minden tápanyagot a banánból. Sugar is very good. A cukor jó. Okay, then of course, then you the one to one you make. So in Malaysia, in many part of the world, many women you drink 2 to 3 what they call. It's very nice to eat, you know, very nice to drink. Very sweet, banana taste, flavor is good. Okay, you drink about 2, what you call, 1 cup is about 30 ml. Mm-hmm. You drink about 3 cups a day. Okay. Nagyon sok helyen a világon, ezt a partnereink közül sokan csinálják. Nagyon jó az íze is, ugye, mert ez egy ilyen kis banánecet lesz, tehát ez nagyon jó. És ebből naponta, amikor kész van, akkor 2-3 stampedlit nyugodtan elfogyasztasz belőle. You should dilute it, you know. Dilute it, then you drink. Vagy felhígíthatod, és akkor hosszabb változatba sihatod, ugyanúgy a 3 centet. Because our vinegars contain the mothers, the vinegars, the mother of vinegars. Our vinegars still alive. They contain still a lot of microbes. Mm-hmm. Tehát ezt azért tudod megcsinálni a mi ecetünkkel, mert a mi ecetünkben nagyon sok mikróba van. Tehát abban az ecetben bőven van annyi erő, hogy a másik résszel is, amit teteszel hozzá a banánt, dolgozik együtt. Okay, now I think it's my time is how many more times do I have? Is up. No more times. Now we made a conclusion. Kérdeztem, hogy mennyi ideje van, mondtam neki, nincs. Can we become a health specialist? Tudunk egészség specialisták lenni? Yes, we know, we can. Igen, tudunk. Okay, how to advise a friend about a food? Hogyan tudunk tanácsot adni a barátunknak? Don't change the food. Azt tudjuk neki mondani, ne változtass az étrendeden. Ask them to eat slowly. Csak kérd meg, hogy lassan egyen. So, what they call, eat proper food. A megfelelő ételeket egye. Okay. Then in that way, then we can manage all the health problems of the body. És így tudjuk menedzselni a testünk minden egészségügyi problémáját. So what we can do is that maybe, I think in Europe. Amit tehetünk Európában. For those who are interested. Csak azoknak, akiket érdekel. In Malaysia and in other part of the world, what we do, so some of the members we do some simple campaign. A Maláziában is és máshol a partnereink közül vannak, akik csinálnak egyszerű kampányokat. They maintain here 1000 PV, 100 PV. Yeah, they maintain for 3 months personally. 100 pontértéket tartanak 3 hónapon át. 300 PV. 300 pontértéket tartanak 3 hónapon át. Then what they call, we organize a one night training. Akkor nekik szervezünk egy napos tréninget. 2 day, 1 night. Tehát egy éjszaka, tehát 2 nap, 1 éjszakás tréninget. Okay, but the member must what they call, pay for the hotel. De a tagunk fizeti természetesen a szállást. Okay, it's very effective, no? Then we started to train them to become a health specialist. Nagyon hatékony, hiszen ebben a 2 napban gyakorlatilag egészség specialistává képezzük. Our system is a very simple system. A módszerünk nagyon egyszerű. So when we have this now center, there are many people who come, no? Amikor megvan egy-egy ilyen kis központ, egy-egy ilyen kis kiképzett partner vezet egy ilyen kis egészségmenedzsment központot, oda nagyon sokan el fognak jönni hozzá. All of you become specialist now. És mindenki számára specialista lesz. But we need a few more to be dedicated this health specialist. Nagyon sok ilyen specialistánk van már, de még többet szeretnénk, hogy aki elszánja magát ebben a témában. To give advice to the society. És tanácsokkal látja el az egész társadalmat tulajdonképpen. Yeah. Actually, it's what I call, in the future, when I come to Europe again. A jövőben, hogyha jövök Európába. So maybe I do not go for lectures anymore.
lehet, hogy nem fogok már előadásokat tartani. My lecture is very simple only one message is very simple. Az én, hiszen az én előadásom nagyon egyszerű, egyetlen egy üzenet van benne. Diversify your food. Tedd változatosabbá az étrendedet. But we need the response from the society. De természetesen kell a válasz a társadalomtól. What type of health problem we are facing? Milyen egészségügyi problémákkal szembesülnek? Then during the Q&A. És akkor a válaszok és a kérdések alapján. Is the actual application of our knowledge. Tudjuk alkalmazni az ismeretünket. So from the Q&A. A kérdésekből és a válaszokból. Then all you started to realize. Abból fel tudod ismerni. How we can manage this health problem. Hogy hogyan tudjuk menedzselni azt az egészségi problémát. In a very simple way. Nagyon egyszerű módon. In a very effective way. Nagyon hatékony módon. Okay. So now all of you must commit to me. Jó, mindenkinek el kell. Next trip when I come. Jönnie, amikor legközelebb én eljövök. Can each of you bring two more people to come? Mindenki tud hozni még magával két embert. Okay, na László. Jó. Bring more people László. To come. Még két embert hoz mindenki. If not enough space, we maybe can go for open air. Yeah? Ha nem kerülünk be sehova, akkor kimehetünk valami nyílt helyre. Yeah. Another thing is that szabad ég alá. Maybe we can go for the audio conference. Vagy egy audio konferenciát tudunk csinálni. Through internet. Az interneten keresztül. Okay. So I think I'll ask Gigi to manage on that. A Gigi-t meg fogom erre kérni, hogy menedzselje. So now today our message is very simple. Tehát ma az üzenetünk nagyon egyszerű. The more civilized a man become. Minél civilizáltabb lett az ember. The more crazy he become. Annál őrültebb lett. There is a problem in that. Ez probléma. If we can solve this problem. Hogyha ezt meg tudjuk oldani, ezt a problémát. We can become millionaire. Akkor mindannyian milliomosok leszünk. You agree with me? Egyetek ezzel? Okay. So I give you one or two more years to achieve your dream. Úgyhogy egy-két évet adok még neked, hogy elérd az álmodat. So thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen.